A teregetést követően az informatika világába látogatunk el. Nemzetközi konferenciát tartottak a napokban Egerben, az Eszterházy Károly Főiskola és a Debreceni Egyetem közös szervezésében. A legújabb tudományos fejlesztésekről, ezek életünkre gyakorolt hatásáról tájékozódtunk a helyszínen. A 7. Nemzetközi Alkalmazott Informatikai Konferencián vagyunk, pontosan ez az elnevezése. Egy picikét elemezzük ezt, mitől is nemzetközi ez az összejövetel, és mit is jelent az alkalmazott informatika? Igen, azért a 7., mert 93-ban rendeztük meg ezt az első konferenciát, együtt a Debreceni Egyetemmel, de a főszervező az Eszterházy Károly Főiskola. 2 évente rendeztük az elején a konferenciát, utána áttértünk a 3 éves periódusra, ez így jobban beilleszkedik a nemzetközi konferenciák rendjébe. Azért nemzetközi a konferencia, mert egyrészt a konferencia nyelve szigorúan angol, másrészt pedig idén is például több mint 10 országból vesznek részt a konferencián. Angliából, Kanadából és hát számtalan országot mondhatnék az Európai Unióból még. Nagyon fontos ez a konferencia a fiatal, pályakezdő PhD hallgatóknak, ha mondhatom így, a doktorandusz hallgatóknak, mert sokszor nekik ez az első lehetőség, hogy angolul előadást tartsanak a saját kutatásaikról, és nem csak a szűk körükben, ahol éppen doktoriskolába járnak, hanem a hasonló doktoriskolák előtt is, amelyek Magyarországon működnek. Itt informatikai doktoriskolákra kell gondolni. Például az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem doktoriskolája, vagy a Debreceni Egyetem doktoriskolája. És akkor egy kicsit segítsünk a nézőinknek is, hogy az alkalmazott informatika alatt ez alatt az elnevezés alatt mit kell érteni? Az informatikáról mindenkinek az jut az eszébe, hogy hát ez egy alkalmazott tudomány, és hát ez takarja is a valóságot, de ezen a konferencián elsősorban az elméleti hátterével foglalkozunk a informatikának, de csak olyan eredményeket közlünk itt, aminek közvetlenül van alkalmazása, tehát a valóságban megvalósítható. Ez azért nagyon fontos, mert más tudományokkal szemben az informatikának iszonyú nagy sebességgel kell fejlődnie, hogy az elmélet utolérje, mondjuk a szoftverelmélet utolérje a hardware adta lehetőségeket. És nagyon fontos, hogy az itt közölt tudományos eredmények 1-2 éven belül bekerülnek a gyakorlatba, vagy vannak olyan eredmények, amikről már arról lehet beszélni, hogy a gyakorlatban kipróbálták, és a gyakorlat pedig közvetlen visszacsatolást tud adni az elmélet felé, hogy a közölt publikáció, a közölt tudományos eredmény valójában megfelele minden követelménynek, vagy vannak olyan peremfeltételek, amikor nem működik, ezért át kell dolgozni a eredményt, vagy megmutatja azt, hogy milyen irányba kell még tovább lépni. Említette is, hogy közel 10 országból 160 résztvevővel 3 napon át folynak itt az előadások, ráadásul angol nyelven. Ez szakmai szempontból mind komoly tény. Milyen a konferencia nemzetközi megítélése, nemzetközi viszonylatban mit jelent ez a rendezvény? Hát nemzetközi viszonylatban elsősorban itt a anyaintézménynek, az otthont adó intézménynek, úgy gondolom az Eszterházy Károly Főiskolának ez egy nagyon fontos esemény, hogy Európában, a világon egyre jobban megismernek minket, és nem csak arról, ami nagy büszkeségünk, hogy nagyon kiválóan tudunk konferenciát rendezni, és hát a város adta lehetőségeket ki tudjuk jól használni, hanem hogy szakmailag is tudunk olyan közösséget itt teremteni, amelyik biztosítja azt, hogy itt komoly műhely munka tud folyni a szekciókban. 4 szekcióban folyt a konferencia, jelenleg is folyik, és a szekciók témája komputerstatisztika, komputergrafika, adatbáziskezelés, alkalmazott informatika, szoftverfejlesztés, funkcionális programozás, ezek mind-mind olyan témák, amelyek most nagyon klasszikusak az informatikában, és nagyon dinamikusan fejlődnek. Az ön szemére melyik előadás volt a legemlékezetesebb, hiszen már a záró napon beszélgetünk, elég sok előadást hallhatott? Hát muszáj hazabeszélnem egy kicsit. A záró napon Kusper tanár úr, Kusper Gábor kollégám tartott plenáris előadást. Ők az Eger Food projektben dolgoznak, azért mondom, hogy ők, mert Radványi Tibor kollégámmal együtt, és a informatikai részét készítik ennek a Eger Food projektnek. Ez a főiskolának egy nagy büszkesége, a regionális tudásközpont.
ahol ebben az évben az informatikai évéről beszélhetünk, mert az informatikai platformot kell teljes egészében kifejleszteni, és ebben ők vezérszerepet játszanak. És egy kiváló előadást tartott a kollégám, és én nagyon büszke vagyok rá, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt ezen a konferencián megjelenhetett Eger egy plenáris előadással. Ezen a konferencián rengeteg olyan előadás van, amely újdonságokról, fejlesztésekről szól, hiszen ahogy mondta is, az informatikának ezek kulcsfogalmai és velejárói. Azonban az átlagember mit tapasztal majd meg ebből? Segítsen nekünk egy kicsit, hogy valóban egy átlagember számára mi lesz hasznosítható az itt elhangzottakból, és körülbelül mikor? Nagyon érdekes a kérdés, és ahogy mondtam, erre nagyon összetett választ kellene adni. Az egyik, hogy vannak azonnal tapasztalható eredmények, mint például a intelligens kártyarendszerek, amelyek most kerülnek kifejlesztésre Magyarországon. Debrecenben van egy kutatócsoport, aki beszámolta ebben elért eredményeikről, vagy az előbb beszélt Eger Food projekt. Ezek azonnal mérhető eredmények. De emellett vannak olyan eredmények, például a Eötvös Loránd Tudományi Egyetemről a funkcionális programozás területén hozott eredmények, azok azonnal még nem tapasztalhatóak, és sokan nem is tudják, mi az, hogy funkcionális nyelvek, de hát annyit lehet egyelőre erről mondani, hogy most még mindenki objektumorientáltan szeretne programozni, azt szeretné megtanulni, de valószínűleg a jövő már a funkcionális programozásé. Tehát még alig fejlődtünk oda, hogy a procedurális nyelvektől, ilyen volt például a Pascal, vagy a Basic, a procedurális nyelvektől eljutottunk az objektumorientált programozásig, amit már gyakorlatban rengetegen használnak, ilyen például a C++, vagy a Delphi. Most már új nyelveket kell majd megtanulnunk rövid időn belül, és hát ez a szélesebb informatikai rétegnek egy üzenet, hogy tessék most megint új textbookokat elővenni, tankönyveket, és most már a funkcionális nyelveké a jövő. Az ELTE képviseletében vesz részt a konferencián. Milyen előadással készült? Az előadásom címe C++ template metaprogramozás. Miért, hogyan, mikor készítsünk ilyen programokat? Egy izgalmas kutatási terület, nemzetközi kutatásoknak is alanya. Ugye az ember azt gondolná, hogy a számítástechnikában, ha sehol máshol, itt biztosan előre megtervezett projektek vannak, és minden jól megfontolt szándékosság alapján történik. Érdekes, hogy pont ez a téma szinte véletlenszerűen keletkezett. A C++ templétek egy nagyon erős nyelvi eszköz, az egyik legelterjedtebb programozási nyelvben, és szinte utólag derült ki, hogy egészen különleges tulajdonságai vannak, lehet programokat fordítás időben írni, nem pedig hagyományos módon megírni a programot, lefordítani és utána futtatni. Csapatommal, doktorandusaimmal, kollégáimmal azt kutatjuk, hogy mik a lehetőségei ennek a nagyon érdekes nyelvi elemnek. Mit hasznosíthat ebből majd a nagy közönség? Hát én azt hiszem, hogy a nagy közönség közvetlenül nem fog találkozni a C++ template programokkal. Ez elsősorban a professzionális programozók eszközrendszere, amivel könyvtárakat írnak. No, azokkal a könyvtárakkal viszont már a mezei programozók fognak boldogulni, és remélhetőleg biztonságosabb, hatékonyabb, gyorsabb programokat képesek írni vele. Milyen a munkája a mindennapokban? Mit jelent ez a tevékenység, ez a kutatás? Hát ugye az ELTE-n tanítok. Több előadásom van, gyakorlatokat is szeretek vezetni, mégis könnyebb kapcsolatot tartani a diákokkal, visszajelzésekkel. Elég sok doktoranduszom van, de hát amennyi munka van velük, annyi örömöt okoz, amikor például a itteni konferencián is látom az előadásaikat és az előremenetüket. Itt azért a szakmai előadások mellett voltak különböző szabadidős programok is. Mennyire érezte jól magát itt Egerben, hiszen már a zárónapon beszélgetünk? Eger egy csodálatos város, és családi kapcsolataim is vannak. Édesanyám a líceumban végzett annak idején, és később oktatója lett a főiskolának. Nagyon szeretem Egert, rendszeresen járok le, ha nincs konferencia. Akkor is, ha konferencia van, az külön öröm. Mi volt az előadás témája? Az előadás témája az Eger Food élelmiszerbiztonsági projekt volt. Ez a projekt több részből áll, mi a információs rendszer kialakításával foglalkozunk,
Ez most a második fázisában jár, most írjuk a funkcionális specifikációt, azaz, hogy mit kell majd a rendszernek tudnia. Már a követelmény analízis megvolt. Erről szólt az előadás, hogy milyen tapasztalataink voltak ez alatt, illetve hogy a specifikáció hol tart. Két rész már készen van ebből, az adatküldési modell, illetve az adatbázis modell. A fő erénye az adatbázis modellnek, hogy bármilyen termék információját tudja tárolni. Ez volt az előadás fő mondani valója. Ami talán a nézőket jobban érdekli, az az Egerfood Project maga. Ez tavaly előtt nyerte meg a főiskola. Arról szól, hogyha veszünk egy üveg bort, akkor azon látni fogunk egy kis címkét, és a címkén lévő kódot beütjük a interneten vagy a mobilonkon, akkor látni fogjuk, hogy milyen összetevőkből áll ez a bor, illetve meddig tartható el, és ez nem csak a bor esetén lesz így, hanem 6 másik termék esetében is.